Az idei tanév elején két héten át a Bajza utcai általános iskola diákjai jártak Dunabogdányban, az erdei iskolában. Az első héten a második A és a harmadik C osztály, a másodikon a második B és a harmadik A osztály, a hétvégén pedig a felső tagozatosok csapata. Mindegyik csoport más-más témakörű építette fel a programjait. Az első héten a felszíni formákkal, a különböző település formákkal ismerkedtek meg a gyerekek. Figyelmet fordítottak a hagyomány ápolásra is. A második hét témája az erdő, növény és állatvilága, míg a felső tagozatosoké a sport és a kirándulás volt. A hagyományos oktatástól eltérő módon ismerhették meg, hogy milyen is az őket körülvevő természet élő világa. Dunabogdány természeti elhelyezkedésének köszönhetően egyaránt alkalmas a természeti értékek megfigyeltetésére, valamint a társadalmi és épített környezet megismerésére. A vidék sokszínűsége változatos programokat nyújthat a biológia, a földrajz, a helytörténet, az irodalom és a történelem tárgykörében. Az erdei iskolában a gyermekek a természeti környezetben tölthettek el egy hetet, ahol a tapasztalatokon alapuló ismeretszerzés illeszkedett a tanterhez, épített a tanulók aktív közreműködésére. Hát Judit nénit jelölte ki a csapat szóvivőnek, hiszen minden csoportban volt egy szóvivő, most a felnőttek közül Judit néni lesz az. Mondd el nekünk, hogy érzitek magatokat a táborban, és azt hiszem, hogy ez a Bajzának a középső tábori csapata volt. Igen, mi érkeztünk másodszorra, előttünk volt egy második és egy harmadik osztályos csapat, mi is második-harmadikosokkal érkeztünk, és a felsősök hétvégére jönnek Dunabogdányba. Nagyon nagy szerencsénk van, mert e héten csodaszép időnk van, és így nagyon sokat lehetünk a gyerekekkel a szabad levegőn, amit ők is nagyon-nagyon élveznek. Ma mi a program éppen itt a Dunaparton? Ezen a héten mi a tananyaghoz kapcsolódóan kicsit az erdők, mezők, vizek élővilágával foglalkoztunk, ezért mi első nap rögtön Mogyoróhegyre mentünk, a Mogyoróhegyi Erdei Iskolába, ahol egy természetvédelmi programon vettünk részt. Négyfele oszlott a csapat, voltak vadlesen a gyerekek, megnézték a vízi világ élőlényeit, növényeit, madarakat gyűrűztek, illetve megismerkedtek a környék gyógynövényeivel. És ezeket az ismereteket próbáltuk tőlük visszavarázsolni, hogy mire emlékeznek abból, amit az első nap megtanultak. Egy játékos akadályversenyen vettek részt itt a Dunaparton, 4 állomás volt. A 4 állomás kapcsolódott ahhoz a 4 dologhoz, ami Mogyoróhegyen megtanultak, és nagyon ügyesen vissza tudták adni azokat az ismereteket, amiket ott hallottak. Hát itt vagyunk a Dunabogdányi üdülőben, és itt vagytok, milyen táborban is? Erdei iskolában. És mit jelent az erdei iskola? Milyen programok vannak itt? Mindenfajta erdőről szóló futós, programos dolgok. Mik voltak pontosan az eddigi programok? Hát hétfőn elmentünk a Mogyoróhegyre, ott lehetett választani, hogy vadállatokhoz akarsz menni, vagy madárgyűrűzésre, vagy növényekhez, vagy ilyenekhez. Te mit választottál, hol voltál? A tónál, a növényeknél, a vízi állatoknál. Miért szeretitek ezt a tábort? Mert itt van udvar, meg lehet sokat játszani, és ritkán tanulunk csak. Ritkán tanulunk, hányadikosok vagytok most? Harmadikosok. Őszi éjjel, iszik a galagonya, iszik a galagonya ruhája. Dúl a füstje, szélszalam ide oda, reszed a galagonya magába. Kincső, téged jelöltek szóvivőnek. Milyen csapat vagytok? Vadmalac. Vadmalac. Mi volt most a feladat? Kvíz. Olyan volt, hogy választottan el egy embert, és kihúz egy kártyát, van rajta egy állat, el kell olvasni, és el kell mutogatni. És hogy sikerült nektek ez a feladat? Nagyon jól sikerült.
Hány pontot kaptatok? Ki tudja megmondani nekem? Tessék. 6 pontot. Az jónak számít tanítanéni 6 pont. Igen, és azért is volt nehéz a feladat, hiszen már 2 napja érték át, tehát vissza kellett idézni az összes emléket. Ugye is csak 1 vagy 2 gyerek volt mindegyik csoportból, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire segítették egymást. Azok is ügyesen segítettek, akik nem voltak ott pontosan azon a programon. Büszke lehet rájuk a tanítónéni. Gratulálok nekik! Hajrá, vadmalacok! A Bodza csapatnak a szóvivője Balog Józsi. Milyen feladatokat kaptatok itt? Kivágott betűkből kellett összeraknunk a gyógynövények neveket, amit láttunk a Magyaróhegyen. És azt mondd el nekem, hogy milyen szavakat sikerült kirakni. Bodza, hársfa, lehet sugni. Kamilla, csalán, csipkebogyó, galagonya. Hú, hát ezt nem tudtam megjegyezni. Hány pontot ért nektek? 8-at. Hú, hát akkor az már nagyon jó, mert akkor így már vezettek, mert ott az előző csapat 6-ot ért el. Tehát már vezetésben vagytok valamelyik csapattal szemben. Oké. Okay. Sonyát, hogy érzitek magatokat itt a táborban? Nagyon jól. Hajrá, hajrá, Bodza, Bodza! A Goethe csapatnak a szóvivője Szabó Evelin. Légyszeres, mondd el nekünk, hogy mi volt a feladat. Az, hogy a Dunából vizet hordtunk a pingpong ütő nagy pohárba, és bele kellett önteni a vödörbe. Ó, hát ez jó nehéz feladat, nem? De. És még mi volt? Más is? Nem, egyelőre ennyi. Ja, és mennyi pontot gyűjtöttetek? 7-et. Kiváló. Akkor most, hogy jól számolom, volt egy olyan csapat, aki 6-ot, a másik 7-et és 8-at. Na majd megkérdezzük a negyedik csapatot is, oké? Okay? És milyen itt a táborban? Hogy érzitek magatokat? Mi volt eddig a legjobb program? Amikor megkóstoltam a csalánt. Csalánt kóstolt? Tehát annak milyen íze van? Olyan, mint a szőrös hagyma. És finom volt? Igen. Hát akkor jó étvágyat hozzá. Hajrá, Goethe csapat! Hát egyetlen egy bátor jelentkező volt, Fatasom, aki a Cinke csapatnak lesz a szóvivője. Légy szíves, mondd el nekünk, hogy milyen feladat volt itt. Az volt a feladat, hogy ki voltak vágva szavak, és annak a jelentését kellett elmondani, és a jelentése benne volt a madárnak a nevében, és azt kellett elmondani. Például? A fű az zöld, és a zöld küllő. Láttam én például egy pirosak. A piros az a vörös, és a vörös megy. Fekete? A fekete az szén, és a széncinege. És akkor a kék? A kék az ég, és kék cinke. Azt hiszem, hogy még jól emlékszem, hogy haver? Az a barát poszáta volt. Hát köszönöm szépen, és hány pontot nyertetek? 6-ot. Gratulálok nektek, köszönöm szépen. Hajrá, Cinke csapat! A múlt héten a nevelőtestület volt lent a Bajza utcai általános iskolából. Ott én úgy tudom, hogy voltak hasonló programok. Igen, a délelőttünk egy szakmai nappal telt el, ahol azokat a problémákat próbáltuk meg ötleteket megbeszélni, amiket nyáron összegyűjtöttünk az igazgatóasszony kérésére, hogy miben vagyunk mi jók, és miben tudnánk esetleg változtatni, újítani. Ezt próbáltuk nagyon részletesen megbeszélni, illetve ugye a pedagógus önértékeléssel kapcsolatos problémáról beszéltünk, annak a terveiről, ütemezéséről, de a délután szabadon, és illetve az este is nagyon szabadon telt. Délután csoportokat alakítottunk, és bejártuk Dunabogdány egész területét egy feladatlappal, ami nekünk is nagyon érdekes volt, hiszen olyan ismereteket kérdeztek, amiket nem tudtunk Dunabogdányról, pedig már évek óta ide járunk. Kénytelenek voltunk oda menni az itt lakókhoz, és érdeklődni, hogy vajon mi lehet azokra a kérdésekre a válasz, amiket kaptunk. Elmentünk a Kálváriadombra, egészen a falu széléig, hogy megnézzük, hogy mi Dunabogdány címere, milyen táblák vannak kitéve, és az esti program pedig zárásként egy vizes vetélkedő volt,
ami víz ismerettel kapcsolatos volt, meg egy karaoke este. Úgyhogy szerintem egészen tartalmasan töltöttük el a hétvégét. Hát nyugodtan mondhatjuk, amit szoktunk ilyenkor, hogy a Bajzában mindig történik valami. Köszönöm szépen. Ez így igaz. Tanárok igyekeztek kihasználni a hely adottságait, például a Dunaparton egy akadályversenyen mérték fel, hogy mennyire sikerült elmélyíteni a már megszerzett ismereteket. A hét zárásaként egy erdei totót tölthettek ki a gyerekek. A vegyes csapatoknak köszönhetően nem lehetett a teljesítmények között különbséget tenni. Mindenki élményekben gazdagon tért haza.